Sziasztok, én Mester Ázi Dávid vagyok, és ma erről az okos óráról lesz szó, ami két dolog miatt érdekes, az egyik, hogy strapabíró, ütésálló, hideg, melegálló, mindenálló, a másik, hogy emellett viszont meglehetősen olcsó. Az órát úgy hívják, hogy Cospet Tank T3 Ultra, és így néz ki. És most meg fogjuk nézni, hogy mit ígér, mik voltak vele a tapasztalatok, mert hogy pár napja már gyűröm ezt az órát, és a végén még egy kicsit bántani is fogom. Mert hogy elvileg kibírja. Kezdjük a külsejével, azt már korábbi órával foglalkozó epizódokban is elmondtam, hogy nekem az órákra emlékeztető okos órák tetszenek, tehát azok, amik úgy is néznek ki, mint egy óra. Múltkor tesztelt Amazfit T-Rex az nagyon olyan, és ha lehet, ez még olyan nap. Szóval, hogy itt nem kérdés, hogy mi van a csuklónkon. És ha már T-Rex, adódik az összehasonlítás, úgyhogy bizonyos pontokon össze fogom vetni a két órát. Az is olcsó, az is ütésálló, bár egyébként, ja, tényleg még az árát nem is mondtam, tehát hogy az ugye olyan 80-90 ezer forint körül volt, na ez viszont sokkal olcsóbb, mert ennek az ára olyan 50 ezer forint körül van akciótól függően, szokás szerint link a leírásban, és épp hogy pontosan mennyibe kerül, az egyrészt függ az árfolyamtól, másrészt függ attól, hogy épp milyen kupon akciók vannak, nem tudom mikor nézitek ezt a videót, de szóval valami akció meg valami kupon azért mindig van, érdemes megnézni, és akkor még a lista árnál is olcsóbban lehet hozzájutni. Már hogyha hozzá akartok jutni, ezt fogjuk most megnézni, hogy érdemes-e. Vannak pro és kontra érvek is azért. Szóval a külseje így néz ki szerintem a legjobban, ez a fém szíja, mert hogy nagyon hangsúlyos ez a fém ház, de eredetileg nem ezzel adják. Mindjárt mutatom. Igen, szóval eredetileg ezzel a szilikon szíjjal adják. Biztos ez is rendben van, de ilyet is lehet rendelni hozzá, és ezzel azért sokkal masszívabb és sokkal meggyőzőbb. Az óra acéltokban van, rozsdamentes acéltokban, és hál' Istennek vannak rajta fizikai gombok. Ez a kis narancssárga betét ott a tokban, az egyrészt állati jól néz ki, másrészt egy kicsit sportosabbá teszi a külsejét, és ez a narancssárga az visszaköszön itt a gombokban is, illetve van egy csomó óraszámla, ami ezt a narancssárgát használja. Hát ezen kívül ott vannak az érzékelők a hátlapján. A kijelző Gorilla Glass 3 VD, ezt majd ki fogjuk próbálni, ott próbáljuk majd egy kicsit bántani. Egy AMOLED kijelző, 1,4 inch átmérőjű és 466x466 pixel felbontású. Az óra mindenféle katonai szabványnak megfelel, akár csak annak idején a T-Rex 2, és rengeteg módon tesztelték, 100 000 billentyű, illetve gombnyomás, 200 000 érintés, 20 000 töltés, indítás, volt izzadságteszt, kopásállóságteszt, vízállóságteszt, elvileg 5 atmoszférát bír, illetve a lejtést is bírja. Van benne iránytű légnyomásmérő, és két sávos GPS, ez nagyon fontos, ez egyébként szintén a T-Rex 2-ben is így volt. A lényeg, hogy GPS elvileg nagyon pontos, és nagyon sok GPS szolgáltatót ismer a amerikai, orosz, kínai, japán, indiai, szóval, hogy nagyon sokféle műhold jelét képes venni. Az aksi az 470 mAh-órás, és elvileg ilyen 12-15 napot bír átlagos felhasználás mellett, tehát nekem ezzel azért az volt a tapasztalatom, egy pénteki napon kezdtem el használni, és szerdán dugtam töltőre, amikor olyan 20% körül tartott az akkumulátor, most nyilván ebben az időszakban én nagyon sokat buzeráltam, még nyomogattam, hiszen egy tesztóráról beszélünk, de a lényeg, hogy kb. Ez az egy hét, ez úgy meg lehet átlagos felhasználással. A múltkori órás epizódban említettem, hogy kialakult a gyártók között egyfajta verseny azzal kapcsolatban, hogy kinek az órája kezel több sportot az edzés programban. Ez a szám ennél az óránál 170 vagy 170 plusz, amiben az érdekes, hogy a leírás szerint 170, a doboz szerint viszont csak 130. Tehát van itt egy kis eltérés, de ennek őszintén szólva olyan nagy jelentősége nincs, a lényeg, hogy tudja kezelni az emberek 99%-a által üzött sportokat. Ebből hatott magától föl is ismer elvileg. Séta, futás, biciklizés, elliptikus tréner és evezőpad. És a hatodik az pedig a nyugalmi állapot, tehát amikor az ember nem mozog, ezt itt beleszámolják hatodiknak, az tény, hogy amikor az ember túl sokáig ül, akkor figyelmeztet, hogy ideje mozogni. Természetesen méri a pulzusunkat, a véroxigénünket, meg valahogy számolja a stresszt, ahogy ezek az órák szokták, hát a fene tudja, hogy ez mennyire megbízható, és persze figyeli az alvásunkat is. Na de elég az általános tulajdonságokból, most jöjjenek a saját tapasztalataim. Az előbb említettem a pulzust meg a véroxigént, az a helyzet, hogy a leírásban nem szerepel, de a menübe viszont igen, hogy elvileg vérnyomásmérést is tud az óra, valójában ezt inkább hagyjuk, mert ezek az órák nem tudnak vérnyomást mérni.
Vagy ezt még a tudomány nem találta ki, hogy hogy lehetne ezt egy órában jól csinálni. Említettem az elején a narancssárga óraszámlapot, hát több mint 500 óraszámlap közül lehet választani, és érdekes, mivel az applikációban nincs ilyen pénzért megvehető óraszámla, a T-Rex 2-nél volt ilyen, itt minden óraszámlap ingyen van. A kijelzővel kapcsolatban meg kell egyezni, hogy állati jó minőségű, tehát iszonyú érzékeny, nagyon könnyű navigálni, szóval erre nincs panasz. Egy probléma volt vele, a fényereje az nem automatikus, tehát hogy nincs benne ilyen fényérzékelő szenzor, ami hát így este lehet zavaró, hogy az ember úgy hagyja ilyen nappali fényerőn, a kijelző az felvillan, és az állati zavaró tud lenni, hogy a sötétben egyszer csak így arcba világítja az óra kijelzője, mert hogy nagyon erős fénye van, most is felesen van. Én csak ilyen feles fényerő használom. Sose kellett a maximumra állítani, de este ezt nem szabad elfejteni, visszavenni. Említettem, hogy nincsenek pénzért letölthető számlapok, de ugyanígy pénzért letölthető, vagy akár ingyenes külső applikációk sincsenek, mint egyébként a T-Rex 2-nél voltak, tehát ilyen plusz appokat nem tudunk rá letölteni. És ha már applikációk, az óra appjában be lehet állítani, hogy milyen applikációk küldjenek értesítéseket az órának. Viszont, ami nincs itt a listán, azt csak így együtt vagy egyben lehet kibe kapcsolni, itt van alul az Other menüpont. Jó lenne, hogyha ezeket külön lehetne kapcsolni, mert így vagy minden értesítés megjön ezektől az applikációktól, vagy egyik se, és igazából egyik se jó megoldás. És ehhez kapcsolódik, hogy ezeket, amiket így egyben kezel az óra, ezeket oly módon se ismeri, hogy a saját ikonjaikat sem tudja megjeleníteni, ami apróságnak tűnhet, de mégis zavaró, ugyanis az van, hogy ilyenkor bele kell olvasni konkrétan az üzenetbe, hogy az ember rájöjjön, hogy ez melyik applikációból jött, és ez csak egy-egy pillanat, de hát ugye az van, hogy ebben az iparágban, így a kütyük világában, számítógépeknél, óráknál, telefonoknál, ezek a pillanatok eléggé befolyásolják a felhasználó élményt. És az edzésekkel, illetve mozgás felismeréssel kapcsolatban azt tapasztaltam, hogyha egyszerűen kimentem az utcára, akkor valóban 1-200 méter után jelezte, hogy most ő tudja, hogy én mozgok, és akkor elindult az edzésprogram. Ez tök jó, viszont utána az applikációban valamiért nincs elmentve minden mozgás, vagy minden edzés, itt most éppen két darab van, pedig ennél több volt. Van olyan edzés, amiből csak ilyen egész pici részletet rögzített térképen. Egyébként azóta tapasztaltam, hogy a GPS tényleg állati pontos, de valamiért a rögzítés az nem mindig működött, ennek nem tudom, mi az oka. Ja, és az órának van egy állati vicces tulajdonsága, mutatom, amiben viszont sokkal jobb, mint a T-Rex, vagy hát tud valamit, amit a T-Rex 2 nem tudott, mutatom. Most fölhívom magamat erről a telefonról, erről a telefonról egyébként egy másik epizódban lesz szó, szóval fölhívom ezzel a telefonnal ezt a telefont. Igen, és akkor jelzi, hogy engem hívnak, és fel tudom venni az órán, és tudok beszélni az órán. Háló, igen. Oké, szóval ez most természetesen összegerjed, de a lényeg az, hogy lehet beszélni az órán keresztül. Ami időnként tök jól jön, mert hogy az ember bringázik, vagy vezet, vagy mit tudom, nem tudja elővenni a telefonját, csak fölveszi itt az órát, és akkor azon keresztül lehet beszélgetni. És nem csak beszélni lehet az órán keresztül, hanem lehet használni a telefon hangszórójaként. Most elnyitom, ez itt mondjuk Kodiak Chase-ik, de a hangja az itt van. Kép, hang, kép, hang. Megmondom, hogy ennek nem tudom, mi értelme van, de vicces. És most jön a strapabíróság teszt. Én nem tudom a 50 méter mély vizet szimulálni, csak itt be tudom tenni ebbe a tálba. Valamint, amíg ázik, mert nem rögtön a késsel esünk neki, először legyen kulcs, mert ugye a Gorilla Glass-t annak idején telefonokra találták ki, és ugye a telefonoknál fordul elő, hogy a kulcsunkkal egy sebben tartjuk, és akkor a kulcs összekaristolja a kijelzőt. Egyébként az óra még működik itt a vízben. Szóval, hogy jó, még ez nem volt egy nagyon komoly kihívás, de kibírta. És most megnézzük, hogy lezárom a képernyőt, hogy lesötétedem, meg megtörlem. Annyira rosszul esik bántani, de ennek a karcolgatásnak olyan nagyon nincs nyoma, de jöjjön a kés. Bocsássál meg. Látszik ebből valami? Ez egy elég éles kés. Amúgy egyébként. Na. Basszus, semmi. Nincs látható nyoma a bántásnak. Hát még egy dolgot ki akarok próbálni, mert ha jó bírja a hőmérséket, ingadozásokat, bár egyébként a gyártó leírja, hogy például az egy meleg környezetben az akkumulátor, hát az ugye egy érzékeny ország,
az mindenféle csúnya dolgot tud csinálni. Szóval azzal óvatosan. De most egy kicsit bedugom a mélyhűtőbe. Mínusz 17 fok. Meglátjuk. Szevasz, mi történik? Szia, óra. Bocsássál meg. Na jó, most meg idejében van. Halló. Hát hidegnek hideg, de most be is kapcsolt. Nem működik, működik. Tessék. Tessék. Működsz. Működik. Állati hideg, de működik. Kibírta a mínusz 17 fokot. Na, szóval hol az óra? Ja, itt van. Na, szóval, hogy mit mondhatnánk? Hú, ez mindig nagyon hideg. Szegény. Hogyha valami konklúziót kéne mondani, már pedig kell. Szóval az van, hogy a strapát jól bírta, jó néz ki. Az ára az nagyon jó, úgyhogy ezek a pro érvek. Azért kontra érvek is akadnak, amit mondtam az applikációkról, hogy nem tudja külön kezelni őket, hogy az edzésnél voltak ilyen érthetetlen hibák vagy kimaradások, hogy nincs benne fényérzékelő szenzor. Azért ezek olyan dolgok, amik hát nem jó, ha vannak. Ezek egy részét, mondjuk a fényérzékelő szenzort nem, de a hibák egy részét nyilván szoftveresen lehet javítani, tehát frissítéssel lehet rajtuk segíteni, de alapvetően egy nagyon pofás és elég strapabíró óra tényleg, ahogy azt a gyártó ígérte. Hogyha megtetszett, akkor ott a link a leírásban, ha meg nem, akkor meg mondjátok el kommentben, hogy miért nem. Persze azt is, ha igen, vagy ha próbáltátok, vagy hasonlót próbáltátok, vagy jobbat, vagy olcsóbbat, vagy drágábbat, mindenképpen írjátok meg, és iratkozzatok fel a csatornára, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!